Recording in progress, János, üdvözöllek! Üdvözlet, szia-szia! Mi történik itt? Üdvözöllek a... nem tudom mi ez... a Zoom másik oldalán. Igen, akkor ez most ez most a távoli asztal, és erre meg kell adnunk a magyarázatot, hogy miért így alakult szerintem. Hogy miért nem a szokásos helyénkön vagyunk a, a Hokerbi stúdióban. Hát azért... Doni! Bocsánat, igen, ehhez kell hozzászokni, még egy kicsit csúszik a hang. Ugye a múlt héten is már uh, sejtelmesen ismételtünk egy adást, az is miattam volt, mert hát elkaptam ezt a nyavaját. Uh, mindenkitől elnézést kérek, nem tudom melyik variáns támadt meg, a lambda, a béta, a zéta, pedig uh, mindegyikről beszélgettünk már a műsorban, és a te unszolásodra uh, itt, ülünk, itt ülök a szobámba, egy nagyon szép háttér előtt, hogy kitakarja a polcomat, meg a, az ágyamat, amit te készítettél, nagyon profin, meg a te háttered is, is nagyon profi. Eh, megmondom őszintén, hogy belemegyünk a beszélgetésbe még mélyebben, hogy kellett, hogy unszolj ezt a dolgot, mert nem gondoltam arra, hogy vagy nem szeretném, hogy az én, nem tudom mi ez, betegségemet lájkvadászatra like felhasználni, de tudom, nem kell ilyen drámaian <laughs> <Igen>. drámaian, <gül> igen, <gül> drámaian nézni ezt a dolgot, de hogyha már annyit beszéltünk róla, majdnem 30 adásnál tartunk, János, azt tudnod kell, hogy a, a, a 30 adásat ennyiszer előjött a koronavírus, akkor mindenképp legyen, legyen ilyen is, nem gondolom, uh -huh. hogy új dolgot fogok mondani, hiszen már Majkától a uh, minden nagy menő megbetegedett, úgyhogy ők megosztották már a, a dolgaikat. De ha az ember benne van, akkor tényleg vállalnia kell ezt a dolgot, és akkor itt vagyok. Ezt a menőséget egyébként meghagyom nektek, és akkor lekopogom. Hogy, 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 nem sikerült belesnem, vagy legalábbis nem vettem észre, úgyhogy hát, ha mázni volt. Viszont ez az az állapot, azt hiszem a koronavírusnál, amikor valaki lábon kihordja, hogy nagyon fontos elmondani, hogy mi történik. Ezt azért érzem borzasztóan fontosnak, hogy beszélj róla, megmondd el, hogy mi zajlott az elmúlt egy másfél hétben, meg ugye még mindig karanténban vagy, mert mert erről továbbra is nagyon-nagyon kevés info jön ki, akár az egészségügyből, akár hivatalos személyektől, amit azért érzek visszásnak baromira, mert közben pedig azon megy a sopánkodás, hogy még mindig nincs elég beoltott ember. És hogyha a kockázatot az emberek felismernék, akkor, akkor többen szállnák rá magukat. Adott esetben a, akár az első oltásra ment egy csomó magyar van, aki még addig sem jutott el. Szóval mi történt veled, és hogy vagy most már jól nézel ki? Kösz, ö, kösz. Ö. Semmi. Annyit, annyit történt, hogy akik úgy jobban ismernek, azok tudják, hogy édesanyámhoz szoktam Dunapatajra menni ebédelni. Azt szoktam mondani, hogy ez a leg... édesanyám ebédja és édesanyám a legbiztosabb pont az életemben. Dél és fél egy között megérkezem, és a világ legjobb kajáját megehetem és ezért még most ez biztos meg fognak kövezni, még nem is kell fizetnem, érte? Tehát nincs olyan étterem, ami, ami a nyomába tud szegődni ennek a dolognak. De hát az utóbbi, most már két év az úgy telt, hogy édesanyámra vigyáztunk, hogy ne, ne történjen, oltassa be magát, ne menjél sehova, én mentem gyógyszerekért, én, mi, 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 vigyázt, vigyáztunk rá, ahogy, ahogy az a nagy könyve meg van írva, ahogy ezt, nem tudom, normáliség csinálják. És akkor egy múlt hét, múlt hét kedd körül, Ilyen, ilyen erőt, erőt lenné váltam, és amikor felhívtam őt, akkor azt mondtam neki, hogy ezt úgy írnám le, hogy bújkál bennem a betegség, mi azt így hívtuk otthon, amikor azt érzed, hogy így beteg leszel, influenzás leszel, kicsit már erőtlen vagy, meg egyebek. És akkor mondtam neki, hogy nem megyek én, én ki hozzád, mert nem tudom, hogy mi ez. És akkor addig addig gondolkozom, hogy akkor hogyan lehetne venni egy tesztet, elkezdtem nézegetni a teszteket aztán fölhívtam barátokat, ne ezt vedd, meg ne azt vedd, rengeteg tanács van, és amikor föltettem a kérdést a barátomnak, hogy akkor jó, és akkor te teszteltél már valaha? Nem, nem, nem. Be vagy oltva? nem, nem, nem. <laughs> És akkor, de a tanácsot ezt úgy osztják, mint a legnagy legnagyobbak, tudod. Én meg, én meg egy ilyen naív ember vagyok, aki szeret kérdezni, meg akiket tisztel, barátjának gondol, vagy elismer, azoknak elhiszi, amit mond. Én valahogy így működöm. Valószínűleg ez a mai világban ennek nem így kellene működni. Úgyhogy a legegyszerűbb módszerhez folyamodtam, és felhívtam a körzeti orvos asszisztens, és azt mondta, hogy nagyon gyorsan, azt, ennyit mondott, hogy hallottam, hogy csörögnek a telefonok, azt mondta, jó, ma három és négy között teszteljük a náthásokat, vagy a... a e, Oké, okay, gyere! És letette. <laughs> Igen. Jó, és akkor oda mentem három órára, teli volt a rendelő, jó, félig volt a rendelő, ne túlozzunk, ne túlozzunk. Félig volt a rendelő, mindenki mazban szépen kivált a sorát, gyere, be, bementem, eh, mi ez? Or, o, a PCR-teszt az orba dugos? Uh -huh. orba dugos PCR-teszt, ami egy folyadékba beletettek, bele és azt mondták, hogy hú, ez már azonnal az. Már má látjuk, hogy az. Jó, hát mondom, akkor beszéljünk. Má hát, hát, már a pácikából? Nem, hát ugye nem, letették ebbe a gyors tesztelő, akármiben, hogy ja. elsz, elszíneződik, és azt mondja, hú, ez nagyon az, ez nagyon az, uh -huh. jó, hát és akkor mi van, semmi. Jó, akkor le, lejelentelek az ANTS-nek, te most menjél haza, és a gyógyszeredet se válthatod már ki. Új, hát ez azért itt, is más megy. Ez itt, ez itt, gyorsan ment, mondom, várjál már, vagy most nem beszélgetünk erre egy kicsit, vagy hogy mi van, vagy akármi, hogy hogy legyen. Fönn van a felhőbe a gyógyszered, váltasd ki valakivel, legyél otthon az ANTS-től fognak hívni, tíz nap karanténba teszünk. Ez igen. Ez igen. Hát akkor valahol, valahol ez a lefolyás az egésznek, és nagyon bizar, hogy mert rengetegen esnek ezen át, de valahogy, valahogy nem beszélgetünk róla azóta, hogy az általad említett hírességek az első között bekerültek a kórházba, hogy mit élnek át. És az, hogy most mennyire voltál rosszul, és ezt mi előzte meg, most nem az én tisztem megmondani, hogy be voltál leoltva vagy sem. De az még egy tanulságos. Be voltam, kettő két, két darab kínai oltást kaptam májusban. Igen. Ezt, is, ezt megkérdezte a, a körzeti orvos, és rögzítették. Tehát mondta, hogy akkor ezt írd be, hogy, hogy Dani két kínai oltást kapott. Tehát valahol valamilyen statisztikához használni fogják ezt ezt a dolgot. Úgyhogy nekem olyan homályos emlékeim voltak, hogy volt egyszer egy olyan ígéret, itt a nagy információ kavalkátba, hogy ha be leszek akkor nem kapom el. Vagy ezt én rosszul emlékszem Ö, erre? Vagy ez csak... <laughs> nem, nem, valósz... nem, bocs. <laughs> nem, az a helyzet, hogy valószínűleg jól emlékszel rá, hogy ilyen információ is elhangzott. Őszintén, őszintén megmondom, hogy halványa még dereng is, de nem volt egy szakértői válasz. Tehát, hogy pont ezért volt tanulságos, amit mondasz, hogy, hogy egy csomó ember, aki beoltott, ő is rosszul jár el, Azáltal, hogy azt gondolja, hogy neki, neki mostantól, mostantól szabad menni bárhova. Meg kell a Francnak a maszk, meg kell a francnak a kézfertőtlenítés, meg a többi. Ugyanis azt hiszik, hogy innentől én biztonságban vagyok, akkor a, akkor a többi le van ejtve. Ez egyrészt egy önző dolog mert attól függetlenül, hogy valaki be van oltva, még ugyanúgy megfertőződhet, csak hogyha ő tünetmentes, vagy enyhe tünetekkel átvészeli, vagy néha súlyosabb tünetekkel átvészeli, mint mondjuk egy keményebb influenzát, akkor köszönni szépen, jól van. De mindeközben adja tovább a vírust más embereknek, más beoltottaknak, akik rosszabbul reagálhatnak, mint ők, illetve például adják tovább oltatlan embereknek, akik tömegével vannak kórházban a híradások szerint, már amennyit az egészről lehet tudni. És ezért borzasztóan fontos azt hangsúlyozni, hogy attól függetlenül, hogy be vagy oltva, egy te terjesztő lehetsz. És Magyarország ismételten világrekord tudott, világrekordot produkált egy néhány nappal ezelőtt a vírus reprodukció szempontjából. Tehát jelenleg Magyarországon, lakosság arányosan, jelenleg Magyarország a az, a, az a nemzet, ahol a legmagasabb a reprodukciós rátája a koronavírusnak, magyarán a arányosan, tehát Magyarországon egy ember tehát egy magyar ember az, aki a legtöbbnek adja tovább a koronavírust. Ja, értem. Tehát 1,6 vagy 1,7-es ráta. Magyarán, hogyha te koronavírusos vagy, akkor 1,6 embernek, 1,6-1,7 embernek adod, fogod ezt tovább, mi fogsz tovább fertőzni ennyi embert. És ez a legmagasabb jelenleg a világon. Mert gondatlanok vagyunk, mert nem foglalkozunk a többiekkel, nem foglalkozunk azzal, hogy mi bárki mást is megfertőzhetünk, oltás ide vagy oda. És ez rohadtul nem mindegy. Meg ezért lenne fontos, hogy mindenki megkapja a, az oltást. Minden, mindenki megkaphatja az oltást, hanem inkább az lenne fontos, hogy mindenki fölvegye. Mert igazából a, ahol én abba hagytam, az az volt, hogy ezt így elvicceltem, hogy az volt az ígéret, hogy ha megkapom az oltást, akkor nem fogom elkapni. Jó, hát ez azért naív, mert, mert igen, van jövő év, meg a következő év, meg akárhány év, és tényleg valószínűleg ennek a hatása el fog valamilyen szinten múlni. Mit is akartam ezzel mondani? Az, egy, az egyik, előtte te, te ismersz engem, előtte voltam a, a, a csillogó memóriámról híres, de az egyik dolog, amit észrevettem már az elején, hogy így, kimaradnak dolgok. Tehát hogy el, le kell ülni, és el kell gondolkozni. Az egyik az egy olyan volt, hogy hogy nem emlékeztem, hogy megvacsoráztam, e Feküdtem az ágyba, és korgott a gyomrom és nem tudtam visszaidézni, hogy ettem, vagy nem ettem. Jó, amíg ez még nem egy olyan nagyon kritikus kérdés, mert túl fogod él, él, élni, hogyha hogy Jó, kimarad, de, Előtte azért de... tudtam, azért annyi, annyi eszem volt, vagy memóriám, hogy azért tudtam, hogy ettem, vagy nem ettem, de valószínűleg a gyógyszerektől korgott a gyomrom, hiszen azok elkezdtek dolgozni bennem, amiket majd el fogok mondani, hogy miket uh -huh. szedtem be, és, és fölkeltem, 11-kös ettem. És nem azért, ett, azért ettem, mert nem emlékeztem arra, hogy ettem, vagy nem ettem. És De ennek ez, mi... ez melyik melyik fajta gyógyszer volt ez a spray, beveszem vízzel, vagy az az elszívható dolog? <laughs> nem, ha hiszed, hanem jöttek ezek a baráti viccek, hogy na mi van, megmaradsz, meg mi van, kijönnél már, meg ezért. ha hiszed, hanem nem vágytam sehova. Tehát így azt, azt gondoltam, hogy itt van a számítógépem, annyit fogok dolgozni, a sok lemaradt dolgaimat megcsinálom minden. Fél óra, egy óra számítógép előtt ülés után dél, délelőtt három óra alvást tudtam produkálni. Tehát úgy, hogy 11-2-ig aludtam egyet utána, mert annyira kész voltam. Tehát, hogyha kiengedtek volna, hogy fiam, nem kell karanténba lenned mennyi, akkor sem mentem volna ki. Tehát, hogy így van ez a Fabi, Favi Piravír nevű Aha. Gyógyszer ez, ez az, amit igazán koronavírusra adnak. Nyolc e, darab tablettát kellett bevennem az első este. A következő reggel is nyolcat, és utána hármakat, amíg el nem fogy. Négy levél cuccot vettem be. Hmm. Ez igen. Ez igen. Mennyi idő után lettél jobban? Ez... Kézed el, hogy ez nem úgy van, hogy jobban lesz az ember, hanem azt hiszi, hogy jobban van aztán rosszabbul lesz. Tehát így azt hittem, hogy jó, kell. akkor meg vagyunk. Aludtam egyet délután, az influenza vagy ilyen náthából kialszod, kiizzadod, és akkor már tudod, hogy haladsz, haladsz, mert kiizzadtál egy bizonyos mennyiségű betegséget magadból, még kettőt, hogy beveszed a gyógyszert, meg kialszod, és akkor kész, meg vagy. És akkor csinálsz két ilyet, és azt mondod, hogy rendben lesz, és akkor elmegy az ízlésed, meg a szaglásod. Aha. Száz százalékra. Tehát vasárnap, mikor ide érkezett a Dunapatajról a csomag a vasárnapi ebéddel, a húslevessel, amiről hogy álmodozik az ember, annak semmilyen ízét nem éreztem. Semmilyen ízét. Ha kanállal lettem volna az erős pistát, nem éreztem volna semmit. Ez egészen elképesztő. És akkor most jön az, hogy, hogy a legveszélyesebb dolog az, az ízlés, szaglás, elvesztése úgy, hogy a memóriád. Hova raktam a hipót? Képzeld el azt, hogy lezuhany, lezuhanyzol. Nem jár. ez az. <gül> <gül> Lezu, lezuhanyzol, és akkor megtörök aztán hóna stift. Tudod, egy ilyen stift, hogy ne, ne legyen büdös a férfi hónaj, és így leteszed, még pöröksz. Várjál, használtam hóna is <laughs> Igen. Mit csinálsz ilyenkor, mikor elgondolkozol azon, hogy használtál a stiftet, mert. El, el, el. Még egyszer. Nem, ne, megszagolod. Ja. Hogy van-e ott. És nincs, mert nem és érzed. Nincs. <s kilometli> Könnyen lehet, hogy akkor az egész, az S... egész karanténod alatt valószínűleg a hónaistiftre költöttél le a legtöbbet. Mert hogy szerintem ötször megcsináltam, elfelejtettem, bekentem. Elfelejtettem, Kivá... bekentem. kivásárolt neked? Mert ugye a boltban sem, boltba sem mehet le ilyenkor. Tehát kivásárolt. Ki va jelenleg, jelenleg, van minden, mindent felhasználok, ami van. Édesanyám a sógornőmmel küldeti el az ételt, ami Igen? még három karanténa elég lenne, tehát így ételből nincs hiány, azon kívül hogy különösebben nem kívánja az ember az alkoholt, tehát az, hogy úgy, megiszol majd egy sört, vagy akár semmiféle Semmiféle ilyen nincs. Tehát volt egy ilyen periódus, hogy elment, ez tegnap, tegnap jött vissza. Ugye vasárnap van a mi de három-négy nap alatt jött vissza valamennyi ízlés meg megszagás, valamennyi. Tehát azt képzeld el, hogy a kávés üvegbe, hogyha egy ráhúzom a fejemre, akkor ja, ez kávé. Jelenleg itt tartunk. Aha, oké, okay. és mindez most már nyolc nap után kilenc. Igen, tehát hogy mondjuk szombati, szombat éjfélig fog tartani a karantén és így akkor lesz. Tehát arra leszek kíváncsi, hogyha kilépek vasárnap reggel a, a, lakásból, akkor mondjuk mennyi erőm lesz? Mert ezt itt nem tudom letesztelni a 27 négyzetméteren, hogy mondjuk sétálok egyet a Dunaparton, lesz -e annyi erőm? Ez egy ilyen kérdésben bennem. Uh -huh. ö, nem akarlak elszomorítani, nagyon sokan mondják, hogy a, az ízlelés meg a szaglás az ö, utána is még meglehetősen tartósan elbír maradni, vagy jó vagy gyengébb, mint előtte volt. Úgyhogy lehet, hogy hasonlókat fogsz majd érezni. Viszont a tanulságokat megpróbáljuk majd a te kellemetlen helyzetedből, helyzetetből leszűrni, meg a legfrissebb információkat majd hozzádobni, hogy, hogy piszkosul és rohadtul ugyanott tartunk fertőzés számban, halottakban, illetve hírkavalkádban, mint ahol, vagy nincs ilyen dezsevő érzésed, csak nekem van, mint 7-8-9 hónappal ezelőtt, tehát mint az éve elején, vagy mondjuk a tavasz legelején, amikor egy nap volt három sajtótájékoztató, kettőt politikus tartott, egyet szakember, meg esetleg mondjuk még egyet, a, a, mond már, a törzs, és operatív törzs. Operatív törzs, köszönöm. És akkor próbáltad, próbáltad összeilleszteni ezeket az információkat, hogy felépíts magadban egyfajta véleményt. És az, hogy ennyiféleképpen gondolkodunk az egészről, meg ennyiféle oltás ellenes, meg vérmes oltáspárti, meg a Jó jóisten tudja mi van, az mind annak köszönhető, hogy nincs egy konkrét kommunikációja, egy adott irányvonala, egy hihető irányvonala az egésznek, főleg akkor, amikor mondjuk kiderül, kiderülnek olyan információk, Menet közben, hogy, hogy, hogy valaki tévedett, vagy valaki szándékosan nem azt mondta, mint ami a valóság, vagy adott esetben nem mond semmit, mert nem közöl statisztikákat. Tehát, hogy ezért volt érdekes ugye, hogy esetetben is az van, hogy igenis feljegyezték, hogy te megkaptad a kettő sinofarmodat, X hónappal később pedig el, elkaptad a koronavírust, és meg is betegedtél. És rohat, rosszul is volt el ö, napokig, hogy ez ott van a statisztikákban, tőled is vitték ezt az adatot. Mindenkitől megkérdezik, aki hasonlóan jár, mégis fel tud mutatni egy statisztikát, hogy könyörgöm, de akkor nézzük már meg, hogy mekkora arányban betegednek meg, X-oltás után az emberek milyen következményei vannak. Tehát, hogy ezeket a tapasztalatokat már fel lehet vázolni. És én ezeket hiányolom. És az a rossz, amikor mondjuk külföldi hírekből tudod meg, hogy Magyarországon mi történik mondjuk egy oltással, mint hogy néhány nappal ezelőtt, hogy elszólta magát az orosz egészségügyi miniszter, nem is elszólta magát, hát ő szándékosan közölte nyilván, hogy, hogy Mihály Mureskó, megnéztem, lepuskáztam, hogy a Sputnik vakcinának milyen hatékonysága van Magyarországon. Erről azért beszélt olyan konkrétan az ottani hírügynökségnek, mert hogy az els, egyik első olyan állam vagyunk a világon, ahol már egymillió felett van a Sputnikkal oltott embereknek a száma. És hogy onnan kellett kiderülni, hogy a fertőzési arány ezek után mennyi, egyébként 3-4 a fertőződik újra a, a, -a oltott embereknek, és mindössze 0,4 százaléka a súlyos beteg vagy a haláleset. Viszont ez ugye azt jelenti, hogy ha nem csalódom meg mondjuk jól számolok, hogy mondjuk ezer emberből négy betegszik meg súlyosabban, vagy esetleg halálozik el koronavírus következtében, miután Sputnik oltása van. Ez egy nagyon hatékony vakcina a számok alapján, ahhoz képest, mint ami eddig kiderült. Egyéb hátrányai vannak például, hogy nem mindegy, hogy milyen a harmadik oltás utána, illetve például az, hogy, az, hogy nem igazán lehet vele utazni. Hát a világ még nem fogadja el. Ezt sem, meg a, meg a sinofarmot sem. Jó, hát nem is kell utazni nagyon szerintem a világba. Csak adott esetben azért, ne, azért szeretnél, tehát hogy van az a körülmény, hogy, és a magyaroknál meg aztán ez főleg állja, akik tele vannak Ausztriában, Németországban, Svájcban, Angliában, Franciaországban élő dolgozó rokonokkal. És ott az esetükben például nem mindegy, nem volt mindegy már a Mincent alatt sem, és nem lesz mindegy majd a karácsony meg az új év idején sem, hogy például utazhat-e. Ez egy nagyobb ö, fa, amiben belevágom a fejszét, és nem is fog különösebb dolog kijönni belőle, de minden beszélgetésünk majdnem itt ö, szokott ö, véget érni. Nem akarom, hogy véget érjen Sziap. a mai. Nem, igen, nem akarom, hogy véget érjen a mai, de most kijött az orosz ezzel, és majd a nyugati, aki nem orosz vakcina lobbista, azt hogy mondani, egy fake news. És innentől bele benne vagyunk ebbe az óriási eh, szakértői internet megmondós világba, aminek eh, nem látom, hogy jó vége lesz. Tehát eh, ezt mondtam az előző beszélgetésünkben, a privát beszélgetésünkben neked, hogy itthon eh, relaxál az ember, és így elgondolkoztam azon, hogy eh, hogy igazából nem kellett volna egy politikusnak se részt venni a koronavírus kommunikációba az én véleményem szerint. Egy ideális, egy ideális környezetben itt a szakembereknek kellett volna kommunikálni. A szakember annyit kommunikált volna a politikai oldalról, hogy beszéltem az egészségügyi miniszterre, vagy a miniszterre, és minden anyagi háttér biztosított kormány oldalról. A többit mi szakmailag fogjuk önöknek elmondani. Teljes szakmai egyetértésben, tehát ez, ami nekem mm. nagyon hiányzik az orvosok oldaláról is, vagy az egészségügy oldaláról is, hogy gyerekek, ez egy világjárvány. Lehet, hogy vannak, vannak olyan orvos kollégák, akiknek a más a véleménye. Száz leg, legjobb orvos itt ül a nem tudom melyik konferencia, szóval most tegye fel mindenki Van jó, 80 föltette, a 20 kollégát arra kérném, hogy ebben az egyéves éves védekezési periódusban fogják vissza magukat a véleményeikkel, a többség döntött, és most ezen a vonalon fogunk végigmenni. Pont. Igen. Csak hát a politikusok se egy akarnak kiszállni ebből, mert itt hihetetlen hátrányokat és előnyöket lehet kovácsolni maguknak. Ez, ez, egy, ez egy jó okos kommunikációval választási győzelmet hozhat egy, egy ilyen koronavírus, vagy akár egy migráns történet. És ezt senki nem fogja kiengedni a kezéből. E, igazából vesztesei vannak ennek a dolgnak és általában nem a, a rossz oldalán lévők szoktak lenni a vesztesei ennek a dolognak, akik éppen lélegeztetőgépek vannak, mert éppen másnak hisznek, meg Aha. sorolhatnám ezeket a dolgokat. Igen, olyan érzésem van, nagyon szereted a focis hasonlatokat, úgyhogy muszáj ide, ide, ide vágnom, hogy van egy klub tulajdonos, a klub tulajdonos sem szaladt fel a pályára a második félidő a harmadik harmadában, amikor már látja, hogy 3 0 nyerni fogunk, és már úgyis mindegy, és ő is futni akar egy kicsit. Mert hogy a, a az operatív sajtótájékoztatóin valami nagyon hasonló történt, amikor kiderült, hogy Müller Cecilia az egyik legismertebb ember lett az országban. Ennek köszönhetően, hogy számtalan sajtóorganum hivatkozzal az operatív törzs élő tájékoztatóit, és kiderült, hogy ez egy nagyon nézett dolog, amire, amire egy csomó ember figyel, Nyilván, mert hogy ugye ez ugye központosították a dolgot, hogy minden információt is az operatív törzstől tudsz kérni. Ők minden nap kisétálnak egy-egy pulpitushoz az operatív törzsből hárman, és elmondják a legfontosabb tudnivalókat ma. És amikor rájött erre a politika, hogy ez egy nagyon figyelt dolog, erre adnak az emberek, akkor hirtelen a három ember egyike elkezdett államtitkár lenni, vagy miniszter, vagy hasonlók holott nem erre volt hivatott az a tájékoztató. Arra volt hivatott, hogy néha igen, mint a hülye gyereknek elmondja a Cecília, hogy hogyan kell a húsvéti tojást fertőtleníteni, mégis speciál azt megmosolyogtam. De, amúgy, amúgy de, de, hogy jött, jött ugye rengeteg, rengeteg, hasznos tanács, fontos tudnivaló. Meg egy csomó olyan információ, ami, ami aztán nem derült ki, még sajtó sem, és aztán volt, hát voltak ott még problémák, hogy mit közölhetünk, mit nem közölhetünk, és amikor már azt szabályozzák, hogy mit mondhatnak el, ezek a szakértők a járványjal kapcsolatban, akkor az már a háttérben a politika része a dolognak. És hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon bizar az ezzel összefüggésben, amit egyrészt te mondtál, hogy az orvosod kapásból úgy kezdte, hogy neki le kell jelentenie, hogy te oltottként kaptad el a betegséget, és milyen súlyos tünetei voltak ennek, és annak, hogy az orosz egészségügyi minisztertől kell megtudni azokat az adatokat, amiket egyébként Magyarország adott Oroszországnak a Sputnikról és az összes többi oltás kapcsán ugyanígy léteznek magyar statisztikák, amikről nem tudsz. És akkor neked magánemberként, aki nem vagy szakember, kell tudnod dönteni arról, hogy, hogy, hogy fölvegyél le egy harmadik oltást, az egyébként milyen legyen, és amikor erről megkérdezed adott esetben az orvosodat, akkor ő is szétárja a kezét, tehát, hogy lehet hallani ilyet is, olyat is. Öregem, mi van? És főleg akkor, mert ugye most a, a Sputnik miatt egy kicsit azért sikerült kavicsot dobni az állóvízbe, tehát hogy erre elkezdtek jönni a reakciók, mert ez az első olyan védőoltás, ami Magyarországon használatos, nagyon sok embernek adták be, és már kiderült, kiderültek róla konkrét adatok, amelyeket egyébként még szégyáni való sincs, mert jók, szóval... Igen, állok itt így, és hogy kell -e erre egy harmadik oltás, mert hogy a, a sputnik és a Sinopharmal is többségében a legnagyobb problémája az embereknek gyakorlati technikai oldalról az, hogy nem tudnak vele utazni, hanem akkor külön tesztelni kell, ami ugye Magyarországon 9-10 ezer forint magáncéra oda, meg aztán ugyanennyi még egyszer vissza, attól függ, hogy mennyi tartózkodik az ember külföldön. És uh, erre kellene egy harmadik oltás, amivel tök jó át lehetne hidalni. Mindenkinek ding, rögtön megjelenik a villanykörte, neked is a kínai dal, meg mondjuk nekem is a Sputnikkal, én azt kaptam, hogy akkor jó, akkor Janssen. Mert az egy dózisú, és akkor nem kell még kettőt fölvenni valamiből ahhoz, hogy utazhassak, mert a Janssent meg elfogadják. De ha az ember rákeres, és megpróbál információt gyűjteni arról, akkor azt látja, hogy az egyik virológus azt mondja, hogy tessék, hogy tessék elkerülni, mert komoly hiba a Sputnikra pont a Janszent beadatni, mert csökkenti a Sputniknak a hatékonyságát. Aztán jön egy másik virológus, egy speciál a Rusvai, aki megközli, hogy ez egy nagyon jó ötlet Janszent adni a Sputnikosra, mert azzal túl van a problémán, és 5-10 os hatékonyság elmaradás az egész és kész. Most szóval egy döntést, és, és mind a kettő mondjuk olyan szakember volt, hogy most kinek a véleményét fogja fölölelni a, 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 a Kánon, melyiküknek higgyünk, mert borzasztóan sok ember kapott keleti oltást. Mondjuk éppen a minap Gulyás Gergely kormányinfóján kiderült, hogy az emberek többség egyébként pfizer kapott Magyarországon, ilyen kétharmados arányt mondott? Talán. Tehát hogy az oltottak kétharmada, igen, tehát a jelenleg beadott oltások kétharmada Pfizer, megtaláltam. Tehát Pfizerből több mint 3 millió, Modernából és Jensenből 1 egy millió, Sinopharmból 2 millió felett van, ami raktáron van, bocsánat. A Sputnik pedig gyakorlatilag elfogyott, tehát azt már nem is nagyon vehetné fel, aki akarja sem. És a beadott oltások a Pfizer eddig. Viszont a keleti oltásokkal is nagyon-nagyon sokan járnak elnek a, járnak elnek az utcán. És hogyha ezekből, a, mondjuk a, ezekre a fajta vakcinákra utána az emberből beadat egy olyat, ami csökkenti, az lehet, hogy amúgy sem vitézes hatékonyságát, akkor már meggondolnád. De mi jön vissza? Nem tudod, hogy milyen a hatékonysága, mert nem mond el senki. Úgy nem mondta el senki, hogy van róla statisztika, mert felveszik. Mit mondjak erre? Tehát, hogy valami alapján engedj már meg józanul mérlegelni. A, well, nem... Én nem akarok józanú mérlegelni egy ilyen esetbe, én bízni akarok az orvosomba. Csak most az, hogy feltételezem az orvosokból is a jó indulatot, és ez is gondolom egy naivitás, de de nekik is egy kicsit össze kellene szedni magukat emberileg, és azt mondani, hogy gyerekek, ez most itt nincs itt az ideje ennek, hogy itt össze-vissza beszéljünk. Egy, egy dolognak van az ideje, hogy összetartsunk. Mi orvosok megmutassuk azt, hogy ha, ha egész Magyarország szenny, akkor is mi orvosok vagyunk, és most ez egy, Orbán Viktor szokta használni, hogy, hogy, háborús helyzet, de azért tényleg sorra harnak meg az emberek, és ebben a helyzetben a, a, a nagyjaink, akik orvosok, és régen doktor úrnak hívtuk őket, a nagyjaink, azok most mutassanak példát, és fogjanak össze, és akik, akik állinformációkat közölnek, azokról ne én döntsem el, ne én leplezzem le, hogy állinformációkat kezdenek, mert én egy nem szakértője vagyok ennek a dolognak, hanem vessék maguk közül, és haladjunk előre ebbe a dolog. Két éve vergődünk ebbe a dologba, és még mindig nem tudom eldönteni, megmondani, hogy jól, jól csináljuk ezt, vagy rosszul csináljuk ezt. És képzeld el azokat az egészségügyi dolgozókat, úgy szerintem az kb. mindegyiket, akik mindez alatt a másfél-két év alatt napi szinten kapják a telefont a rokontól, baráttól, ismerőstől, hogy te egyébként mit csinálnál? Mert ugye mindenkit megkérdezel, akiről feltételezett, hogy, hogy több információ van, mia van róla, vagy jobban ért hozzá, és ők így fű alatt, hát én úgy tudom, de ez nem hivatalos, hogy, és ugyanott vagy, ahol a parcakad, hogy végül neked kell megmondania, a, a, a házi orvos asszisztensének, hogy nem, köszönöm szépen, nem kérem az XY oltást, hanem megvárom a valamelyiket, és te hoztad a döntést mindenféle szakmai alap nélkül. És nem akarom én meghozni. Hát ez, ez szerencséjáték. Veszem ki a szikét a sebész kezéből, hogy nem úgy kell. És a védőoltásnál sem én akarok lenni az, aki megmondja, hogy ebből a hatos csoportból, melyik az, ami nekem megfelelő lesz. Csókolom, mit tudom én, életkorom, testsúlyom, krónikus betegségem, mindenféle adottságom, allergiám, jó nem tudja, mi alapján kellene megmondania az orvosnak, mert ő ért hozzá, ha lenne elég információja, mert lenne statisztikája még egyszer. Neki kellene megmondani, hogy neked melyik oltás lesz majd a megfelelő. Mert gondolkodás nélkül nem lehet azért, mert most van sok hogy azért adjuk be, tök mindegy, csak mindenkinek adjuk be, mert most éppen ebből van sok, de lehet, hogy azzal az egészségügyi állapottal, ami az illetőnek van, az nem lesz jó. És most ugyanez a, ugyanez a hezitálás megy a harmadik oltásnál, hogy oké, okay, de akkor mit érdemes rá? Mert például a keleti vakcinások, hogyha abban gondolkodnak, hogy, hogy a következő egy-másfél évben szeretnének esetleg valamikor külföldön járni, mert az elmúlt egy-másfél évben is eszükbe juthatott, de nem biztos, hogy mentek, akkor már rögtön meggondolja, hogy oké, okay, de mi legyen a harmadik? Mert Sputnik, most mondtuk már nincs is. Sinopharm, oké okay, van, de vajon elég hatékony? Aztán ott van az, hogy azt javasolják, hogy ne ugyanolyat adás be, hanem majd valami a miatt. De ha azt a más miatt be, például, mint a Jensen, az lehet, hogy csökkenti a hatékonyságot. És ugyanott vagyunk, hogy megint senki nem mondta meg a konkrétumot, hanem mindenki különböző állításokat közöl. És ilyenkor értem meg a te indulatodat is, amikor azt mondod, hogy miért nem vetik ki, miért nincs egy közös álláspont a, 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 a tudomány számára ebben. Hogy ez miért nem egy olyan vitathatatlan dolog a védőoltásoknál, mint hogy a, mint hogy a, a, a Plutó egy törpebolygó. Még azon is volt Jó, vita, igen. pedig nem változott évmilliárdok óta, pont ugyanolyan, de még azon is volt vita, de mégis volt, lett belőle közmegegyezés. Egy ilyen közvetlen dologról miért nincs közmegegyezés a tudományban? A vonagábor Gábor szokott véleménycikkeket írni az Indexen, és még egy ő... politikus, tessék? Pont ezt akartam mondani, hogy nem kellett volna a politikával foglalkozni, mert sokkal jobbakat ír, mint amennyi, amennyire jó politikus volt ő, uh -huh. de én ehhez különösebben nem, nem értek. De betartotta a szavát, nem nyert választást, lemondott, úgyhogy még ezen a szinten hiteles. És ő írt erről a koronavírusos dologról egy ilyen érdekes dolgot, amiben voltak érdekes gondolatok, és az egyik az volt, hogy ugye a, a mai mai istenség az maga a tudomány, tehát a tudományt tartjuk Istennek, mert minden kérdésünkre megadja a választ, és jelen pillanatban nem tudja megadni erre a kérdésünkre a választ, és lehet, hogy pont ez a jó ebbe az egészbe, hiszen a, a tudománytól se kell hasra esnünk, ők is emberek, csinálják a dolgukat, ha sikerül, akkor tudományos eredményként kezeljük. Ha nem sikerül, akkor meg szépen otthon maradunk, azt várunk, ameddig nem sikerül nekik ez a, ez a dolog. De ők se mindenhatók, ők se istenek. Találgatnak emberek, próbálkoznak, egyiknek ez a véleménye, másiknak az a véleménye. Egy dologban nincsenek tisztában szerintem a tudósok, meg az egész világ, hogy ez a fajta tömegmédia, social média, ami körülvesz minket, az milyen hatással van az emberekre. És rusvaik, meg nem tudom kik, olyan gyorsan mondanak ki véleményeket, és olyan gyorsan körbejárja az internetet, internetet, hogy ők ezzel nincsenek tisztában, hogy ez, ez a fajta kommunikációval nekik sokkal visszafogottabban kell lenniük. Ők tudósok, akik örülnek, hogy megkérdezik a tudományukra őket. Józsi bácsi is tök szívesen beszél a szőlőültetvényről, hiszen egész életével a szőlőültetvényben van, és azonnal olyan interjút csinálsz, valamit, akarsz. De tisztában kell lenni, hogy ez a fajta tömegmédia, ami most az interneten keresztül körülvesz minket, ez egy nagyon-nagyon sok ember nagyon rövid ide alatt gyorsan befolyásoló dolog, amivel csínyán kell bánni. Uh -huh. És te, te meg én, meg nagyon sok ember ebbe benne van úgy is, hogy külső szemlélőként látja, sőt én is, te is ebből élünk, és látjuk, hogy vannak nagyon-nagyon káros hatásai, és a az önnyelőt, meg az igazi virológusok is nagyon óvatosan mérlegeljék ezt is, amikor a tudományukról beszélnek, hogy itt nagyon-nagyon sok embert pillanatok alatt véleményt tud változtatni, és nem vesz fel oltást, és fölvesz oltást, és kicseréli az oltást, és nem kell neki lélegeztetőgépe, az az Orbán Viktor lélegeztetőgépe, és akármi. Úgyhogy veszélyes. Igen, mert hogy azt sem nagyon tudod megmondani, ha belegondolsz, hogy a különböző embernek ki lesz az, aki hiteles személy. Mert hogyha, hogyha majd szombat éjfél után, ha lejárt a karanténod, vasárnap sétálnál egyet és csupán um, tudományos érdeklődésből megkérdezni a tíz embert, hogy kinek a szavára hallgat, amikor koronavírusról vagy mondjuk járványról van szó, akkor ebből, ebből a tíz emberből szerintem biztos, hogy ennél a tíz embernél 5-6 különböző név fog felmerülni. Az, az azt mondta, hogy 5 ember az, az, minimum politikus lesz. Nem tartom kizártnak egyébként, hogy a többsége politikus lesz, mert hogy ők azok, akik ismertebbek, nem feltétlenül a tudomány embere. Hát ez az. De biztos vagyok benne, hogy ennél a tíz embernél azonnal felmerülne, ugye nyilván a miniszterelnök személye, a miniszterelnökséget vezető miniszter, felmerülne Müller Cecília, Györfi Pál, Rusvai, és most hirtelen nem jutott eszembe, igen, tehát hogy, hogy van itt egyébként egy 5-6 olyan név, aki felsorolnának ezek az emberek, hogy rájuk hallgatok, hogyha a koronavírussal kapcsolatos információ. És akkor még nem hoztuk szóba az ellenzéki ö, politikusokat, megismerté vált ö, miniszterelnök jelölteket, akik szintén beszélnek a járványról, mert kell, mert ugye ez is a politikai kommunikáció részévé vált. Tehát az is lehet, hogy a tíz ember, akit megkérdezel random az utcán, lehet, hogy tíz különböző embert fog mondani, hogy neki hiszek valamiért. És nincs, egy, nincs egy, 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 olyan általánosan elismert virológus a témában, mint mondjuk az Egyesült Államokban a Fauci, ugye? Hogy, 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 hogy aki, hogyha megszólal, akkor, 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 biztos, hogy, hogy Anthony Fauci olyasmit fog mondani, mi igaz. Mert ő egy egészségügyi főtanácsadó, több eldököt is szolgált már, és még fog is, hogyha még bírja erővel, mert meglehetősen idős, úgy valamiért ő egy, egy hivatkozott személy, egy több mint 300 milliós országban. Nekünk meg szakért 6-8-10-20 különböző ember, aki ezt a posztot akarja magának, hogy az én arcommal, az én nevemmel, az én hangommal fonódjon össze, egy 9-10 milliós országban. Minek? És Semmi. igazából Semmi. ez valahol, valahol pont az ilyen kapaszkodásnak, az ilyen öntudatnak az eredménye, hogy rám tessék figyelni, és én most bele akarok kapaszkodni ebbe a válsághelyzetbe, ami a COVID. És próbálom arra felhasználni, hogy ismerté váljak. És én különböző okosságokat mondok, egy kicsit térjen el attól, amit a másik mondott, hogy rám figyeljenek. Lehetőleg legyen hatásos. Ez egy baromi rizikos dolog, és ez valahol egy rossz médiafogyasztási kultúrából ered meg abból, hogy mindenki, mindenki az első akar és mindenki küzd a figyelemért. Minden áron. Ez a, ez, az a kulcs, amit mondta utoljára, hogy minden áron. Tehát ez, ez, a szituáció, ez nem az, hogy most itt minden áron eh, küzdeni kelljen, és, és hogy igazából én haladáspárti vagyok, meg úgy gondolom, hogy pozitív gondolkodású, de kettő év, kettő éve tart ez a dolog, és igazából nem jutottunk mm. előrébb. Én nem mondom, mm -hmm, hogy sokkal, sokkal előre jutottunk. Mert most ott tartunk, hogy, hogy lassan lassan ugyanannyi napi szinten az elhunytak száma, meg az új megfertőződések száma, mint mondjuk a harmadik járványhullám idején, amikor mindenki a fejét fogta, hogy mekkora tragédia történik. És erről nem beszélünk. És mindeközben tudod, imádom az adatot, mindig a data, hogy azért kíváncsiságból, amikor készült, készültünk a műsorra, azért, azért gyorsan rákerestem, hogy az én kis kedvenc forrásom az Our World in Data, ahol nagyon jó napi szintű adatok vannak a világról a fertőzésszámok számok tekintetében, hogy ott most Magyarország vajon hogy áll. És amikor beütöd a statisztikát, én tényleg igyekeztem a lehető legszélsőségesebb példákat megnézni, meg a világ minden tájáról egyes államokat beválogatni a statisztikába, úgyhogy betettem Indiát, Kanadát, az Egyesült Államokat, Németországot, az Egyesült Királyságot és Magyarországot hogy nézzük meg a, a, napi fertőzés számok alakulását. Most az a talán legtanúságosabb stat, ami, amit, amit, ide be lehet dobni, az az, hogy az egy millió főre vetített új fertőzöttek száma. Ez egy elég jó kézzelfogható dolog, mert ez lakosság arányosan vetít, és lakosság arányosan mutatja meg, hogy hogy van. Azt veszed észre, hogy amíg, még, tehát Indiában konkrétan egy éves stagnál, és alig változik, alig hullámzik az új fertőzések száma. Ez lehet egyébként a tesztelés hiánya is, látod, mennyiféle szempont van. Addig meg megnézed, hogy Magyarországnak idén már volt egy, egy iszonyatosan nagy felfutása, ugye február, március, április környékén, amikor az összes most említett országból nálunk volt a legmagasabb az 1 millió főre első új fertőzöttek száma egy nap alatt. A csúcs március 25-e volt, amikor 1 millió főre vetítve 952 új fertőzést regisztráltak. Borzasztóan magas. És ekkor ebben a március 25-ei napon az utánunk következő második az imént említett országokból, ha jól látom, akkor, 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 akkor India volt, ahol meg 19. 952 1 millió főre vetítve nálunk, Indiában 19. És a világon nem volt járványhullám ezekben az országokban, nem volt járványhullám akkor, amikor mi zárkóztunk, féltünk és szaladtunk oltásért. Most ott tartunk az őszi időszakban, hogy mindenkinél meredeken csökkent a napi új fertőzések száma. Volt egyébként egy kiugrás egy, egy csúcs az Egyesült Királyság, ők, őket leszámítva, mert náluk is nagyon magas volt, de meredek zuhanásba kezdett novemberben az új fertőzések száma. Nálunk viszont október 23-ától fölfelé elszabadult valami. És ott tartunk, hogy október közepe óta meg négyszereződött a, a napi új fertőzések száma Magyarországon. Megint csak meg lehet nézni, meg akkor most megint hozhatnád föl esetleg fanyar vigyorral, bocs a számokért, de tanulságosak talán, hogy igen, de lehet, hogy ez a tesztelés hiánya. Hogy akkor most mikor tesztelünk, meg most mikor nem tesztelünk, ugye a számok akkor is változnak. Hát jó, ugye meg nem az, hogy ha napi 8000 regisztrált koronavírusos fertőzött van, akkor sokkal többen csak 8000 jutott el az orvoshoz, hogy beteszteljék, nem? Hát én is gondolkoztam rajta, hogy most akkor mit csinálják, most ez megfázás, vagy nem megfázás, vagy akármi. Mert hát valakinek nincsenek ilyen tünetei -e, aztán kész. Meg talán okkal indultál ki abból, hogy oltásod van, tehát könnyen át fogod vészelni, nem? Mert ugye az oltás... Én azt most... hittem, hogy el sem fogom kapni. Hát májusban kaptam az oltást. Látod? Pedig, pedig egészséges médiafogyasztónak tartod magad. Olyannak, aki többet is... És tudom, hogy az vagy. És még ah. így, is, így is beakadhatnak téves információk. Mi van ja. az, aki nem figyel? Mi van azokkal? És sokan vannak. <gül> 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 És sokan vannak. Nem. Mi, akkor minek oltatom be magam kétszer, hogyha fél év múlva elkapom? <gül> <gül> most, ott tartunk, igen, most ott tartunk, hogy örüljek neki, mert akkor, akkor durvább tünetei lettek oda Én Én elhiszem. Én elhiszem, hmm. ezt is. elhiszem ezt is. De, de akkor, akkor látszik az, hogy, hogy nem fogom tudni elkerülni, hogy átessek ezen. Kell az oltás, el is fogom kapni, e Tovább is fogod adni, hanem. Tovább is elzornások. fogom adni, be is fognak minket zárni. Ez, mondjuk ezt, nem szeretem ezt a kifejezést, és így vissza is vonom, hogy be fognak minket zárni. Szépen otthon maradunk, mert mi, mi más csinálnánk, vigyázni fogunk, fertőt maszkot fogunk viselni, és akkor ez így fog menni most már mindig. Uh -huh. A legfrissebb info egyébként az, hogy könnyen lehet, hogy lesznek további korlátozások, ugye ezt is a, a tegnapi infóra alapozva tudjuk most így gyorsan beidézni. Mindenkit ugye a harmadik oltás felvételére biztatnak, és akkor erről már beszéltünk, légy okos, hogy melyik. Ezen kívül pedig, pedig hát tulajdonképpen nagyon új info nincs ahhoz képest, mint hogy november 1 óta például tömegközlekedési eszközökön kötelező maszkot viselni, és minden munkáltató eldöntheti, hogy kötelezővé teszi a dolgozói számára az oltást. Meglátogatási tilalom. Tehát pillanatnyilag itt tartunk, viszont azt Gulyás Gergely sem zárta ki tegnap, amikor erről érdeklődtek, hogy lehet, hogy további intézkedésekre is szüksége lesz. És az imént elmondott számok alapján semmi jelen nincs annak, hogy, hogy csökkenni fog a, a fertőzés szám, sőt, inkább ennek ellenkezőjét következtetem ki én, teljesen szubjektíve, gyorsan teszem hozzá, tehát, hogy ezt nem kell szentírásnak venni, meg elsajátítani. Én, én azt gondolom, hogy hogy egy vezető hatalom az, az, az embereket nem fogja individuálisan nézni. Tehát így statisztikai számokat néz, nem fogja azt nézni, hogy Tóddaninak most fájt a feje, vagy nem fájt a feje, hanem otthon van, vagy kórházba került. Kórházba került, akkor az a mi problémánk. Mert addig nem probléma, amíg fizeti a TB-t, hanem addig az a probléma, amikor az ő TB-jét rá kell költeni, mert akkor az nem nyereség. <gül> <gül> hát ez így van. Hát azok, igen, az, így. a, jó TB, amit nem kell kell, az, nem ember, kell az emberre, hogyha ott, ott ülsz a döntés, hazó asztal mögött, akkor így gondolkozol. Tehát és akkor... ez egy korrekt világ lenne, akkor, akkor, akkor így is működne, de az helyzet, hogy amit befizetsz, akkor elköltik másra, amit te nem használtál. Ja, jó, persze, másra. Hát nem tartogatják Aki meg sokkal a kevesebbet a... fizet annál, mint amennyit költenek Nem tartogatják a Tódani TV számlán, így van, és akkor majd adunk neked, ha beteg lesz, ez addig még míg őrizgetjük, hanem más csinálunk vele, persze. Pedig hasznos ötlet lenne, igen? Hát igen, Ki, igen, megnéznénk, hogy mondjuk Tódani mennyire egészségesen él, és mennyit befizetett, és amikor eljön az nyugdíj, akkor visszaadjuk neki, mert ő tökre odafigyelt az egészségére, és nem került sok pénzbe, de ez egy másik történet. Hanem nem azt akarok né... szemét lenni, de van olyan ország a világon, ahol minden évben visszautalják, amit nem használtál fel a TB-ből. Hát mert jó, ez, el. Magyarország. Szerintem nem az egy jó hely. – <laughs> Ez nem lesz Magyarország, ez az ország, legyünk tisztában ezzel. – igen. – Hanem azt nézi, hogy hány darab kórházi ágyunk van. Minden hmm. nap megnézi, mint a raktár, hogy mennyi ürült ki, mennyit trendeink, hány darab kórházi ágyunk van, mennyi kórházi ágyunk van, mennyi fertőzött jött be már csak 10%-nyi üres kórházi ágyunk van. Jó, akkor Cecília, legyél szíves, állják ki, és akkor mondjad, hogy akkor kézmosás, fertőtlenítés, bla 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 bla, oltás, oltási kampány, bla 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 és akkor zárkozás, 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 mert most már nem terhelhetjük tovább a kórházakat. Ameddig mehet befelé, addig megy. Ha megteltünk, akkor majd kitalálunk valami mást. Nekünk is jó, TB fizetők. És néhányan elhúnynak, nyugdíjfizették, hm, azok is egy kicsit elhúnynak. Másik dolog, meg azért van a kórház, hogy te, teljen meg, ha, ha megtelt, akkor meg majd kitalálunk valami mást, ez el van intézve. Ennyi a dolog történik. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy most nem kell kezet feltétleníteni, tömegközlekedésen kell csak maszkot viselni. Az óriás bevásárlóközpontokban teljesen mindegy, hogy mit csinálsz tök mindegy. Darab vagy, darab vagy a gépezetbe, ha, ha, ügyes darab vagy, akkor életben maradsz, ha ügyetlen darab vagy, akkor majd a gépezetbe darál. Ez kész. Nagyon örülök, amikor ebben a műsorban valaki más is dühöng. <há> ez nem az, vagy én nem tudom, nem tudom, hogy dühöng. Ez úgy inkább, van csak így, inkább csak így a tudott dolgok kimondása. Ez hát ezzel uh -huh. tisztában vagyok teljes mértékben csak naív vagyok, meg idealista, hogy azt mondom, hogy jaj, hát éljünk jól, szeressük egymást, majd akkor tudjuk szeretni egymást, hogyha túléltük ezt. Milyen érdekes, hogy amikor valamilyen fajta állami intézményről, vagy beruházásról van szó, akkor ugye nagyon fontos, hogy ez a dolog az kihasznált legyen. Tehát, hogy csak akkor építünk meg egy harmadik sávot az autópályának, hogyha a forgalom sűrűség ezt indokolja. Ha megépítünk egy új színházat, akkor az azt vezető csapatnak az a feladata, hogy hogy megtöltse évi X tízezer vagy százezer nézővel. Ugyanez van, hogyha múzeumról van szó, ugyanez van szó, hogyha stadionról van szó, akkor hogy legyen kihasználva. A kórházak esetében ugye senkinek nem célja, hogy tele legyen. Mert, ja, mert a, ugye a problémák akkor, akkor fognak, fognak elkezdődni. És amikor nem is voltak kihasználva adott esetben kórházi osztályok a múltban, az utóbbi pár évtizedben, akkor rendre lehetett hallani ABCD osztálynak a megszüntetési terveiről. Az ellen mindig jött valamilyen fajta társadalmi ellenállás, hogy nem, mert akkor is meg kell tartani a szülészetet. Ha csak 30 születnek egy évben az osztályon, akkor is meg kell tartani a szülészetet. És nagyon érdekes az, hogy, hogy jelen esetben... Ott tartunk, hogy ugye nem cél a kihasználtság, jó lenne, ha minél kevesebben kerülnének kórházba, mégis annyian vannak kórházban, hogy hogy, hogy, arról kell beszélgetni, és ennek megvannak a jelei, meg megvannak a írei, hogy kórházak azt mondják, hogy a nem sürgős beavatkozásokat nem végezzük el embereken. Megint az van, hogy egyre ne, ugye megnehezedik az utad, hogyha valamilyen fajta ellátásra akarsz menni, ez néha csak járóbeteg ellátás, akkor hirtelen rögösebb lesz az az út, mire eljutsz addig, nem lesz időpont, a három, hónapos, három hónapra előre bejegyzett diagnosztika hat hónapra fog, nő, fog nőni, pedig már a három hónap is nagyon ciki volt, és lehet, hogy neked késő. Tehát pillanatnyilag itt tartunk, hogy itt még összehasonlítva kulturális intézmények, sportintézmények hasonlóknál fontos a kihasználtság. Itt nem volt megtervezve soha az a praktikum, az a dolog, hogy, hogy az egészségügyi ellátás az megmaradjon egy stabil szinten, ami ugyanúgy képes ellátni az embereket egy szerdán, mint a Covid előtt. Pedig lehetett tudni, hogy mi történik. Lehetett volna úgy építeni. Lehetett volna egy stáb, akinek ott van az, hogy a lehető legjobb kihasználtsággal működjön. Nem úgy, hogy van száz ágyam, ö, egy osztályon, vagy száz időpontom egy, 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 egy vizsgáló helyiségben egy héten, akkor lehet tudni, hogy ez COVID alatt is lesz egy alapszáz beteg, akinek van valami problémája, de át kell küldenem az egészségügyi asszisztensemet ABCD osztályra, mert neki most ott kell segíteni, mert sok a COVID-os. Tehát, hogy kikerültek az emberek az állandó egészségügyi ellátásból, a szakértők, a szakemberek, olyan rendelőkből, olyan osztályokról, ahol amúgy is tele lennének, mert ugye az volt a cél, hogy csak annyit tartsunk fönn, amennyire biztosan szükség van, onnan eltűnnek a szakemberek, a betegek nem tudnak jönni, pedig ugyanannyi lenne covid függetlenül. Nem készült fel senki arra, hogy egyszer csak hatszor annyi beteg lesz valamilyen fajta más betegséggel. Senki nem készült fel arra, hogy ehhez plusz humán erőforrás, plusz eszköz kell. És itt a plusz eszköz alatt nem beszerzett több tízezer lélegeztetőgépet értek. Hanem az Isten áldja meg, tehát hogy, hogy ott volt ez a folyamat, végig lehetett nézni, előre lehetett tudni azokból az országokból már 19 telén, meg, meg 2020 telén az első harmadában, hogy mivel jár egy országnak, ahol elkezd terjedni a koronavírus, és nem épült fel, itt vagyunk 2022-ben mindjárt, még mindig ott tartunk, hogy az egészségügyből funkciókat kell lekapcsolgatni ahhoz, hogy a koronavírusosokat ö, tudja kezelni, megfogadni. Úgy, hogy több mint 6 millió emberbe van oltva. Tehát ha az ember elkezd gondolkodni, mégis mi történik? Semmi. Mégis eh. mi történik a háttérben? Semmi, hát nem vagy fontos, Csak amikor beszélti? beteg vagy. Nem vagy fontos, amikor beteg hol. vagy. Amikor, amikor adót kell fizetni, akkor vagy fontos. Akkor majd nem fizeted be, a NAV itt lesz. Jó napot kívánok, a NAV-tól vagyok, Dániel, bejöhetek-e? vagy Kar vagyok, koronavírusos. Nem baj, akkor is bejönnénk, mert van itt magának egy kis tartozása. De nem gond, hogy koronavírus. Nem, nem. A karantén az nem probléma. Nem, jövünk, jövünk. A NAV eljön, ha baj van hogyha beteg vagy, akkor a beteg vár, mert annak van ideje meggyógyulni. Hát nincs, nincs, ideje meggyógyulni, mert be kell fizetni újra a katás vállalkozói díjat. Érdemes megnézni mondjuk ugyanezt TB oldalról, tehát hogy most beszéltél az adókról, csak amikor az ember a társadalombiztosítást nézi meg, ugye egy ingyenes egészségügyben, mert ugye úgy ingyenes az egészség, hogy mindenki igyekszik, bocsánat, de legyünk őszinték, magárendelők felé elterelődni, hogyha egy diagnosztikát fél éven belül akar elvégeztetni, és azt államében nem nagyon lehet annál hamarabb. Hogyha a tb beszélünk a korábbi példáról, amit említettél, hogy, hogy fizessék nekem vissza azt, amit nem használtam föl, hogy az való egészséges lenne, és ez egy működő modell, kötelező felelősségbiztosításnak hívják a gépkocsidra, hogy fizetsz egy biztosítást, ha valamilyen kárt okozol, akkor az a, károd, a kár egy részét, amit okoztál az illetőnek, fedezni fogja ez, és ami fölötte van, azt veled a következő évektől, mert visszasoroltak, ugye egy kis málusz, bónuszból veszítesz, azt befizettetik veled, ami fölötte volt. Az egészségügyben egy hasonló nagyon működt, csak most az van, hogy te fizeted a kötelező egészségbiztosításodat, és amit nem használsz föl, azt az egészségügy feléli. És elkölti olyanokra, akik, akik úgy döntenek, hogy neki október-novemberben feltétlenül 26-szor is igénybe kell vennie valamilyen fajta kórházi szolgáltatást, vagy házi orvosi rendelőt. És az nem, nem az történik, hogy Marinéni, aki úgy dönt, hogy ezt ő így akarja csinálni, mert, mert, mert ő annyira fél mindentől, és egyáltalán nem indokolt a 26 látogatásából, csak 12, de ő fél, ő elmegy, a te pénzed el van költve, meg mindenki más is az ő nagyon magas egészségügyi kezelésére. És nem az történik, hogy 22-től a marinéni visszasorolódik a bónusz kategóriájából egyet kettőt és megnő egy kicsit a, a társadalom biztosítása, hanem lenyelik azoktól, akik ezt nem használták el. Te nem kapsz vissza semmit, nem kapsz bónusz előresorolást, hogy mondjuk olcsóbb legyen az egészségbiztosításod idővel, mert nem használsz fel annyit, és akkor lökjük meg, amikor valami történik vele. Ez nem történik meg a valóságban. És ugyanúgy, ahogy egy leterhelt egészségügyi rendszerben Marinén is megszívja, mert nem tud elmenni, úgy te is megszívod, aki még nem is, élt, nem is éltél uh, annyi lehetőséggel, mint Marinéni a töredékével sem. Előre vesznek -e a sorban, a kórházba, hogyha megmutatom, hogy én kétszer be vagyok oltva, az oltatlannal szembe? Az oltatlan uh, csak, csak PCR-teszt után vehet részt, én úgy tudom. Uh, járó betegellátásban, de ennek utána kell nézni, ezt most nem tudom. De csak az ellátásra gondolok, hogy még bekerülök én koronavírusosan, ő bekerül koronavírusosan, akkor, akkor fogják azt mondani, hogy ja, ön, ön legyen szíves fogni a párnáját, meg a pizsamáját, menjek ki a folyosóra, mert Tóthúr beoltatta magát májusban. És, és őt úgy itt a többiekkel a korteremben, igen? Ez egy, tanulságos, ez egy tanulságos kérdés. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy az oltatlanokat sújtsák különböző szankciók. De vagy akkor, hogy legyen vagy ebben akkor megkülönböztetés. Az, az oltatlan bekerül, ugye, Már bekerül, szegény, nem vette fel az ingyenes oltást, és akkor szegény léregeztetőgépre kerül, bajba kerül, és tényleg azért használom a szegény szót, mert sajnálom, mint embertársamat, de a végén akkor, mikor kikerül, és rendbe hozták, és köszönjük, hogy itt volt, akkor itt az ön számlája a lélegeztetésről és egyebekről. Vagy ha nem akarod kifizetni a számlát, mert ugye ez, a, ez, ugye már nagyon sok olyan államban működik, ahol nincsen állami egészségbiztosítás, csak magánbiztosításban van fedezni, és sokan nem fizetik azt, vagy nem annyit, amennyit igénybe vesznek, amikor bajba kerülnek, de ugyanúgy, mint a KGFB-nél ezért hoztam föl, hogy akkor, akkor visszasoroljuk az illetőt, és hosszú távon fizetetjük ki hogy ne egyszerre kell ilyen félmillió forintot kifizetnie. Jó, be, hát ó, egy után úgy, úgy fizetik ki a Úgy fizeti ki, a akarja, de azt tudnia kell, hogy aki nem oltatta be magát, és lélegeztető képre kerül, vagy kórházi ellátásra, annak van egy költsége, és azt ki kell fizetnie. Uh -huh. De innentől S... már lehet nyugodtan tovább menni, hogy hogy én dohányzom, én meg nem. Akkor, akkor te meg nem, akkor megint nem igazságos, mert hogy, hogy én is többe kerülök Jó, de itt most egy, az egy világra a... Mint járvány... mint el? Világrá, beszélünk, ahol mindenki azon könyörög, hogy oltasd már be magad. És az Istennek nem akarja. Igen, mert ugye mert azt, nem... azt azért nem nagyon tetszett nekem, megmondom őszintén, hogy beoltatta magam májusba, és akkor kinyitott a világ, ugye, mert tudod, mondogatták, hogy ennyi oltottná a teraszok, ennyibe oltottná a kocsmák, minden, és akkor jött a röhögő be nem oltott, mert ugye őt is beengedték egy idő után mindenhova, mert kinyitottunk, és azt mondom, mi van, hülyék, beoltottatok magatokat. És akkor most a röhögő, a röhögő be nem oltott miatt megint nézzünk itthon, majd egész karács karácsonykor. Tökéletes. <laughs> Valahogy úgy, de hát a mégsem így lesz. Tehát, ő... valamit a röhögőkkel kezdjünk ma? Tudom, ez a... Ilyenkor kell azt mondani, hogy régen volt ez a szlogen, csak a közválasztási kampány része volt: hogy hoz magaddal még egy ember, embert, de azt hiszem, hogy valaki, valaki említ, beszélj rá még egy embert az oltásra. Hogy jó lenne, ha mindenkinek lenne egy olyan ismerős, akivel meg tudja ezt értetni, és akkor már tett hozzá valamit. Mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy az, a, az információ sokaságban, meg cunamiban nem tudja a társadalom nagy számokban ki szemezgetni magának, meg a szemezgetés, vajon mi lesz neki fontosabb a kiszedett infokban, nem tudja összerakni nagyon sok ember, hogy mivel jár a legjobban. És nem kell ebből missziót csinálni, nem kell hittérítőnek, meg oltástérítőnek lenni, de mondjatok el, mondjon el mindenki érveket, te, aki most nézel, vagy hallgatsz bennünket, mondd el egy, legalább egy embernek, akiről tudod, hogy ezt ellenzi, hogy, hogy olyan érvekkel, ami neki megfelel, az ő oldaláról megközelítve, hogy ez miért lesz jó, neki is, és másoknak is hogy jussunk ezzel előrébb, mert nagyon úgy fest, és talán ez a végső tanulsága a mainak, hogy akárki akármit mond, és akárhogy bizonygatja, a fertőzés számokból, a bezáró kórházakból, a bezáró szociális otthonokból, mi egymásból, az egyre szaporodó korlátozásokból, a munkahelyeknek kiadott jogkörből, hogy elrendelhetik az oltást a dolgozóknak, ebből mind azt terül ki, hogy nem sikerült megoldani, hogy alacsonyan maradjon stabilan ez a fertőzés szám. Nem sikerült csak az oltással lehet, mindig erre lyukodunk ki. Mert az az egyetlen opciónk úgy tűnik, az volt az elmúlt egy évben is, és tartok tőle, hogy a következőben is ez marad, mert nem változik a háttérben semmi, amit, a, ami, ami, még ilyen hatásosan vissza tudná szorítani. Úgyhogy dumáljatok rá még egy embert az oltásra. Igen. Lehet. Igen. Mondom én, két itthon vagyok karanténban két oltásot két oltás Te meg fel a harmadikat. Hát, most, most, föl, most, 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 mi lesz? Most fel kell vennem az oltást? Vagy ja, most teli vagyok, vagyok. vagyok, Hát ugyan, ugyan lehet, hogy ő is ugye ezt fogja mondani, amit tudom én. Rád Lehet nézzük. hallani ilyet Lehet hal, hallani, ez is, van ez is, van az hát, is. Döntse el, Danika, hát döntse, hát mit tudom én. Döntsd el te is! Ez volt a péntek a Hokedli Stúdió virtuális teréből ezúttal. Legközelebb remélhetőleg már személyesen tudunk találkozni a szokott helyünkön, ha pedig nem, akkor ebben a virtuális formában. Ne felejtsd el, hogy a Hokedli Stúdió YouTube csatornáján vissza tudod nézni a régi műsorokat, illetve hamarosan ezt is, illetve a Büszke Kutya Podcast csatornáin, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify vagy RSS.com, ott szintén megtalálod a hangos lenyomatait a műsoroknak, és tartsd velünk legközelebb is. Itt vagy volt ma Tóth Dani, aki hamarosan kijön a karanténból. Gábor, Gábor János nem tudom, melyik irány, irányba kell mutatni. Még, még. Ez az utolsó szava Tóth Dánielnek a karanténba az volt, hogy Gábor János. Indul a sűrlő szezon, vasárnap beszállok. Aján, szia! Sziasztok!